Volt már egy olyan videó, ahol a jacket hozzákezdtük szoktatni újra a szállításhoz. Ott már beraktuk az utánfutóba, be is zártuk az ajtót. Most megpróbálunk elindulni az autóval, és megnézzük azt, hogy hogyan fogja ezt viselni, hogyan fogja ezt tűrni, hiszen még mindig az a cél, hogy el tudjunk vele indulni a házak közé, és ilyen családi házas környezetben is próbára tegyük a képességeit, illetve meglássuk azt, hogy mennyire támadja majd a kutyákat, és akkor ott is folytatjuk majd tovább a munkát, hogy ez javuljon. Csökike! Autóhopi! Hopp! Autóhop! Hopp! Ugorját be popára! Hopp, hopp, hopp! Ez az! Be tudsz menni! Nagy darab vagy! Gyere, gyere, gyere! Autóhop! Ez a szuper! Bravo! Nagyon okos vagy, maradsz okos vagy, szuper vagy, bravo! Bravo! Okos vagy, szuper! Bravo, maradsz okos vagy, szuper vagy, bravo! Maradsz okos vagy, szuper! Okos vagy, Jackie, szuper! Bravo, bravo, bravo! Jó, megyünk egy rövid kört a pályán, és hát remélem, hogy amikor megállunk, akkor a Jack az azért nyugodtan fog viselkedni, és nyerünk azzal, hogy tudjuk majd őt szállítani. Most ugrik a majom a vízbe. Meglátjuk Jack, hogy hogyan tűri a szállítást, mert amikor idehoztuk a bentlakásos képzésre, akkor nagyon-nagyon bestresszelt az autózástól. Hát legalább egy olyan 2,5 órába tellett, mire újra megnyugtattuk, és valamennyire csökkent a stressz, és már nem támadott minket. Jack, maradsz! Jackie! Mit? Jackie! Ó, szuper vagy! Bravo, bravo, bravo! Okos. Azért látható, hogy egy kicsit stresszes volt még a kutya, de hát messze menőleg nem annyira, mint az első alkalommal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lassan-lassan el fogunk tudni vele indulni ki a forgalomba is, hogy ott is tudjunk vele gyakorolni.